Jó napot kívánok mindenkit, tisztelettel és szeretettel köszöntök második adventi vasárnapunkon, gyertyagyújtásunkon. A második gyertya meggyújtásával kétszeresére nő a fény, és az idő egyre több tartalmat ragaszt az adventi vasárnaphoz. Hagyományosan ez a gyertya is lila színű, amely a reményt jelképezi. A második kislogó fény költözik otthonainkba, és ezzel együtt a reménység is belakja szívünket. A második gyertya az adventi üdvözletre emlékeztet minket, az ígéretre, hogy a fény el fog érkezni. Sőt, már jelen is van, csupán még nem került a színre. Adventtel kezdődik az új egyházi év is. A természet ilyenkor már nyugszik, az ember keresi a csendet, azt a mély, lélektisztító csendet, amelytől a gyertyafények lángja megrezzen. A lélek várakozik az Úr jövetelére. A befelé forduló ember abban találja meg advent értelmét, hogy embertársai felé lélekkel közelít. Azonban a fogyasztói világ minden megtesz azért, hogy ne tudja megérinteni lelkünket a karácsony lényege, a lényeg pedig a szeretet. Tettekké kell változtatni a szeretetet, ha a szeretet evangéliumi parancsát valóra váltanánk, további parancsolatokra már nem is volna szükség. Isten nem beszél, hanem tett értünk. Elküldte fiát, akinek a születésnapjára készülünk, ugyanis a választott nép várta a messiást, mert segítségre szorult. Isten beteljesítette vágyakozásukat. Az advent számomra a várakozás, a készülődés, a csend, illetve a bőjt ideje is. A karácsonyi sürgés forgásban, igyekezve, hogy örömet szerezzünk szeretteinknek, meg kellene állni egy-egy pillanatra, hogy Jézus békét hozzon a szívünkbe, türelmet, megértést és megbocsátást. Kívánok mindenkinek további szép adventet, a jövő héten 15 óra 30-kor várjuk Önöket, áldás, békesség, erős vár a mi Istenünk, dicsértessék a Jézus Krisztus, köszönöm a figyelmet. És jó étvágyat kívánok mindenkinek!